ez az MI Stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterség és intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Örömpeli Tóth Levente vagyok, tartsatok velünk! Tegyük a szívünkre a kezünket, az ügyfélszolgálati ügyintézés fogalom hallatán nem feltétlenül egy sikertörténetre asszociálunk. A legvalószínűbb forgatókönyv jelenleg mégiscsak az, hogy egy olyan menüpontig jutunk el, miszerint jelenleg minden munkatársunk foglalt. Sokszor pedig legfeljebb egy számunkra teljesen irreleváns, automatikus tájékoztatót kell végighallgatnunk, vagy eleve zsákutcába kerülünk a menülabirintusban, és pánikszerűen próbálunk visszalépni a legutolsó, számunkra még értelmezhető pontig. Mint meg annyi más területen, itt is a mesterséges intelligencia lehet a várva várt felmentősereg. Különböző formákat ölt ez a mesterséges intelligencia, ugye hol chatbotnak öltözik, hol pedig egy megnyerő női hangú virtuális asszisztens bőrébe bújva tűnik fel. Kérdés az, hogy mennyire túlzott ez a várakozás, amit a mesterséges intelligencia iránt keltünk, és mi valósult meg mindezekből a várakozásokból. Erről beszélgetünk Körmendi Györggyel, az MI Koalíciót a Clementine ügyvezetőjével. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Én is köszöntök minden hallgatót, és örülök, hogy itt lehetek. Ugye az MI Stúdió első epizódjai készülnek, és szándékosan nagyon erős és érdekfeszítő témákkal akarunk kezdeni. Azt gondolom, hogy az ügyfélszolgálati automatizáció éppen egy ilyen téma, hiszen mindenkinek van első kézből tapasztalat a témában, ami sajnos általában ugye negatív előjelű. Éppen azért talán nem meglepő, hogy mindenki a mesterséges intelligenciától várja azt, hogy ez a negatív előjel pozitívba forduljon, és a legutolsó tanulmányok szerint 2024-ig mintegy 25%-os növekedést jósolnak az AI-nak a call center piacon. Hol tartunk az automatizációban egy tipikus magyar ügyfélszolgálaton? Először is talán azzal kezdjük, hogy alkalmazott mesterséges intelligenciának jelenleg mondjuk az önvezető autonóm technológiákon kívül a másik nagyon nagy alkalmazási területe, ahol már számos sikeres alkalmazási példa működik, az a nyelvtechnológia, ugye különböző nyelvtechnológiai megoldások, itt a gépi, most már valós idői fordítástól kezdve a gépi szöveg leíratozáson át a legkülönbözőbb NLP, illetve deep learning egyéb technológiákat értjük, amik most már képessé tesznek bennünket arra, hogy virtuális asszisztenseket, meg egyebeket rakjunk össze. Az eszközkészlet az igazából adott. Persze, mondjuk angol nyelven, illetve néhány világnyelven szintén viszonylag alapos és összetett eszközkészletek vannak. Minél kisebb nyelveket választunk, annál kevésbé van így, és hát a magyarban sem teljesen rózsás a helyzet. Amivel mi elkezdtük a munkát most már több mint 10 éve, az az, hogy a magyar területen található olyan modulokat, részegységeket, amelyek felhasználhatók ezekben a technológiákban, azokat összegyúrjuk, és olyan nagyobb és komplexebb és valódi alkalmazásokat építsünk belőle, amelyek a piacon működőképesek, amelyek ilyen célokat szolgálhatnak, mint például egy ügyfélszolgálati feladat. Persze egyébként ezt a nyelvtechnológiát nem csak az ügyfélszolgálatokban alkalmazhatjuk, tehát nekünk is egyébként számos más területen is alkalmazzák, itt meg az a kérdés lép nyilván be, hogy hol éri meg ezeket a technológiákat alkalmazni, nem akárhol. Éppen az ügyfélszolgálatok azok olyan terület, ahol azért olyan költség megtakarításokat, olyan minőségjavulást lehet elérni, amelyek révén ezek azért kifizetődnek ezek a technológiák. Bocsáss meg, hogy közbevágok, pont az jutott eszembe, hogy vajon mi az a cégméret, ahonnan ezzel már érdemes egyáltalán foglalkozni gondolati szinten. Ahonnantól kezdve már megéri egy ilyen megoldást bevezetni. Hát én igazából onnan közelítem, hogy mekkora az a pénz, ami benne van adott esetben. Tehát én el tudok képzelni egy picike privát bankot, ahol mondjuk megéri ilyen technológiát használni.
Ugyanakkor lehet, hogy vannak olyan nagy szolgáltatók, ahol alapvetően valamilyen, akár csak ilyen nagyon alacsony költségszintű tevékenység zajlik, ahol például nem biztos, hogy ezeket érdemes bevezetni, vagy annyira egyszerű. Tehát például egyébként most egy fölkapott téma lett az egészségügyi területen ezeknek az alkalmazása. Tehát ez nagyon vonzó téma, ezen mi is gondolkodtunk, de mondjuk a jelenlegi magyar viszonyok között piaci alapon ilyesmit csinálni, az most egy picit nekem kilátástalannak tűnik, de majd hát ha lesz, aki majd nekem erről meggyőz, hogyha ezt a beszélgetést is akár hallja, hogy ez nem így van. Ami miatt igazán ezek a technológiák most előtérbe kerültek az elmúlt egy-két évben, az éppen az a fajta munkaerő hiány, ami ezen a területen most már nagyon meghatározó. Ez egy kicsit paradox, tehát mi 2010 körül kezdtük az első olyan pilotjainkat, amikor ügyfélszolgálati rendszerekben elkezdtünk leiratozást végezni, és 2012 óta működik a legnagyobb ilyen rendszerünk, ami azért azóta folyamatosan elég sok tapasztalatot szereztünk vele, és jól működik, de ennek ellenére ezeket jellemzően nem követték újabb és újabb megbízások, tehát azért elég lassú indulású volt ez a piac. Ez az elmúlt egy-két évben jelentősen megváltozott, mert olyan mértékben volt munkaerőhiány, jelentkezett, és felismerték a cégek, hogy ezen nem fognak a közeljövőben érdemben javítani, hogy szükség van arra, hogy ilyen technológiákat bevezessenek, és igazából valóban megfordult ez a vélekedés, hogy korábban ugye azzal riogattak bennünket, hogy majd a robotok elveszik a munkánkat, ami egyébként, hát most köntört felasztatnék, de mondhatom, hogy butaság. Ezzel szemben most az a trend, hogy mindenkinek kell ilyen rendszer. Említetted ezt a leiratozást, mint megoldást, és ugye a Clementine egyik technológiája pontosan erre képes, hogy akár egy egész nap során elhangzott call centeri beszélgetésekből készítsen riportokat. Milyen hatékonyság növekedést lehet ezzel elérni? Ahogy említettem, 2012 óta van egy olyan magyarországi nagy bank, ahol az összes bejövő hívást ez a rendszerünk ez automatikusan leiratozza, és másnapra az összes hívásnak a beszélgetése alapján egy elég komplex analitikát végez, elemzést végez, a mindenféle szempontot mérlegel, hogy az operátorok hogy végzik a munkájukat, hogyan tartják be a protokollt, ha hangzott el olyan kifejezés, aminek nem kellett volna elhangozni. Illetve egy banki gyakorlatban vannak eléggé fontos kritériumok, például, hogyha valaki megbízást tesz a telefonon, akkor annak van egy protokollja, amit hát vissza kell igazolni. Ugye ez nem feltétlenül egyféleképpen, ez elég sokféleképpen szabadszavas formában elhangozhat. Ezeket a visszaigazolásokat is nagyon pontosan mérjük. Emellett néhány alapvető ilyen call center KPI-t elnézést ezekért a terminus technikusokért mérünk, amilyen például a First Call Resolution nevű az egyik, ami nagyon fontos. Tehát egyébként ennek egy nagyon fontos értelme van az ügyfél szempontjából is. Ez az a mutató, hogy megmutatja, hogy egy adott mondjuk 100 hívásból hány olyan volt, amelyiket egy hívással sikerült elintézni. Ezekben mind, tehát önmagában az, hogy ezeket folyamatosan mérjük, és minden hívásnál kiértékeljük, ezek óriási jelentőségűek minőségbiztosítási szempontból, mert ezeket, hát nyilván a laikusok ezt nem tudják, de egyébként a call center beszélgetéseket senki nem hallgatja vissza, vagy hát ha igen, akkor ezrelékeket hallgatnak vissza. Tehát ott semmiféle monitoring érdemben azért korábban nem volt. Még akkor is, hogyha erre viszonylag sokat költöttek a cégek adott esetben, nem tudtak csak a ezrelékeit, egy-két ezrelékét, tehát 1000 hívásból egy-két hívást tudtak kiértékelni. A mi rendszerünk az folyamatosan minden hívást ennél a banknál például 17 különböző szempont mentén értékel. Emellett nagyon pontosan tudjuk nyilván mérni a beszélgetésnek a hangvételét, tehát hogyha mondjuk olyan irányba megy el a beszélgetés, aminek nem kellett volna, akkor ezeket nagyon pontosan azonosítani tudjuk, ezek utána visszakereshetők, visszahallgathatók. És akkor ez mind mesterség és intelligencia alapú
megoldás? Én egyébként általában a mesterséges intelligencia kifejezéssel persze óvatosan bánnék, de én azt gondolom, hogy igen. Tehát valahol igen. Természetesen a technológiák, amik ebben egymásra rétegződnek, azok különböző szinten vehetők mesterséges intelligenciának, de hát van azért olyan rétege ezeknek a technológiáknak, például a maga a leíratozás, ami azért most már egy jó ideje a legmodernebb mélytanulási technológiákat alkalmazni, amire aztán őszintén teljes lelki nyugalommal lehet a mesterséges intelligencia kifejezést ráhúzni, de vannak ilyen rétegei a megoldásnak, ahol nyilván azért egyszerűbb heurisztikák működnek. A másik, és hát valószínűleg sokak által még gyakrabban emlegetett megoldás, az ugye a virtuális asszisztenseknek a világa, a szerepe. Ez most hol tart ez a technológia? És itt Magyarországon hogy találkozhatunk vele? A világban, tehát mondjuk, és megint csak az angol száz területről kell beszélni, ott azért eléggé mondjuk markáns, lenyűgöző megoldások vannak. Én is voltam az idén tavasszal Amerikában, és ott egy ilyen konferencián, ott azért eléggé fejlett eszközöket mutogattak őszintén, szóval elég hosszú beszélgetéseket demoztak élőben, mondjuk egy állatorvosi ilyen asszisztens, amelyik egy telefonos asszisztens beszélgetett mondjuk egy ügyféllel elég hosszasan a kutyájának az állapotáról. Ezek azért eléggé lenyűgözően összetetten működnek. Na most ahhoz, hogy mi ilyeneket csináljunk, ahhoz azért az ekoszisztémát ezt jelentős mértékben fejleszteni kell. Tehát itt azért azt a nyelvi, nyelvtechnológiai hátteret, ami meg mögött van, azt nekünk azért, azzal nekünk sok munkánk lesz, és megkockáztatom, hogy másoknak is, hogy ilyen összetett alkalmazásokat tudjunk kialakítani. De egyébként ez elvben nem lehetetlen, csak sok munka kell hozzá. És az is világos, hogy ezeket meg lehet csinálni, tehát ezeken az alapokon meg lehet csinálni. Természetesen itt ezeket a felhasználási példák, ezek a use case-ek, amiket itten alkalmazunk kell, ezek megint csak nem mérhetőek össze, tehát mondjuk egy kaliforniai állatorvosi, egy nagy állatorvosi irodának vagy intézetnek a büdzséje az valószínűleg alkalmas arra, hogy egy ilyen rendszert kifejlesztenek és megtérüljön a beruházás. Ez Magyarországon sajnos egy-két, mondjuk kettővel odébb kell tenni a tízeles veszőt, és azért aztán az következik belőle, hogy nagyon nehéz mondjuk ebből megfelelő minőségű szintű rendszereket fejleszteni. Szuper, akkor itt most tartunk egy kis szünetet, mert kicsit körbenézünk a világban, hogy mi újság a mesterség és intelligencia frontján, és a hírblokk után jövünk vissza. Emmi a láthatáron a legfrissebb információk a mesterség és intelligencia birodalmából. Az Emmi stúdió hírblokkja. Töredékes görög feliratokat egészít ki a DeepMind algoritmusa. Töredékes ókori görög feliratok kiegészítésére alkotott algoritmust a DeepMind. A Google tulajdonában álló EMI kutatócég Pitániának nevezte el az epigráfiai programot, Apollón nagy jó tehetséggel megállott delfói papnője Pütoja után. Mindehhez először gépi olvasásra alkalmassá tették a világ legnagyobb görög felirat adatbázisát. Ezután hellenisztika területén dolgozó PhD hallgatókat versenyeztettek meg abban, hogy ki tudja helyesen megtippelni teljesen ismert, de a feladat kedvéért töredékesített feliratok kiegészítésében. Az emberek 43%-os pontosságot értek el, míg a Pitya 70%-osat. Önvezető leánycéget alapított a Volkswagen. A Volkswagen bejelentette, hogy Volkswagen Autonomy néven céget alapít, hogy az önvezető autókat piac éretté tegye. A céget Alexander Hitzinger, a Volkswagen csoport autonóm vezetésért felelős vezető alelnöke irányítja majd. A tervek alapján az új társaságnak Münchenben, Wolfsburgban, a Szilíciumvölgyben és Kínában lesz kirendeltsége. A Szilíciumvölgyben és Kínában külön leányvállalatokat hoz létre az óriás cég, az utóbbi 2021-től működik majd. A Volkswagen Autonomy elsősorban a mérnöki és az ipari megoldásokra fog összpontosítani, és a cél egy olyan önjáró rendszer megalkotása, amelyet szabványos modulként a koncern összes márkája alkalmazhat majd. Hitzinger kijelentette, terveik szerint a következő évtized közepén kezdik el az önvezető autók széleskörű forgalmazását. A Volkswagen júniusban megszüntette a partnerséget az Amazon által támogatott Aurora nevű önvezető autó startuppal, júliusban pedig bejelentette, hogy szoros együttműködésre lép az önvezető autók terén a Forddal.
error felismerő algoritmus tesztelt a Facebook. Új mesterséges intelligencia támogatású arcfelismerő rendszer tesztelt a Facebook és a londoni Met Police. A rendszer az élő közösségi közvetítések képsorait felismeri, ha valaki terrorcselekményt hajt végre, vagy arra készül, és a képeket nem csak megosztja a hatóságokkal, de azonnal le is tiltja a felhasználókat, hogy a felvételek ne bátorítsák a radikalizálódásra hajlamos szélsőségeseket. A közösségi oldalt üzemeltető cég beszámolója szerint csak az elmúlt két évben 26 millió olyan felvételt távolítottak el, amelyeken a felhasználók emberek kivégzését, robbantásokat akartak közzétenni, amelyeket elsősorban az iszlám állam és az Al-Qaida tagjai követtek el. A Facebook szerint a rendszer nem csak arra lesz alkalmas, hogy felismeri és letiltsa a videókat, ami kizárhatja, hogy a közösségi média tartalmainak hatására más, arra hajlamos, szélsőséges személyek is radikalizálódjanak, de arra is, hogy továbbítsa a felvételeket a hatóságoknak, ahol így nem csak az erőszakos vagy terrorcselekmény helyszínét azonosíthatják a szakemberek, de a képsorokon felismerhető személyeket is. Ez volt az Emmi Stúdió hírblokkja, az Emmi a láthatáron. Félig meddig már ejtettünk róla szót, hogy az ügyfélszolgálatok jó részben már átköltöztek a közösségi médiára, a közösségi média csatornákra. Ez ugye egyfajta proaktivitást is feltételez a részükről. Most gondoljuk csak a social listening jelenségére, ahol ugye a szolgáltatók megpróbálják nyomon követni, hogy az ügyfeleik mégis miről beszélgetnek a közösségi médiákban, és ehhez igazítják a stratégiájukat is, illetve kicsit elébe próbálnak menni ugye ezeknek az ügyféligényeknek, és itt is nyilván egy megnövelt ügyfélelégedettség a cél. A mesterséges intelligencia hogyan tud itt a közösségi médiában a segítségére sietni a szolgáltatóknak, és az ügyfélszolgáltatókat hogy lehet itt ezen a vonalon hatékonyabbá tenni? Hát mire itt általában gondolni szokás, az az, hogy figyelni tudják ezek a rendszerek adott esetben ezeket a felületeket, és itt a ügyfeleknek, vagy egyáltalán bárkinek, aki ottan megjegyzést tett egy adott céggel kapcsolatban, azoknak az attitűdjét, ezeket folyamatosan monitorozzák, figyelik, mondjuk napi, vagy akár még nagyobb frekvenciával. Ami itt a magyar viszonyok között a probléma, több szempontból az, hogy alapvetően azért a magyar közösségi háló ebből a szempontból picike. Tehát mondjuk még a legnagyobb cégeket sem dicsérik vagy szídják mondjuk napi szinten néhány alkalomnál többször. Esetleg, hogyha valami nagyobb botrány van, éppen valami szolgáltatás szünetel, vagy valami probléma van, akkor nyilván többet, de akkor meg valószínűleg nem azzal vannak elfoglalva a menedzserek, hogy ezeket a jelentéseket lapozgassák, hanem éppen a szolgáltatást próbálják helyreállítani, mondjuk valami netbankot vagy hasonló. Úgyhogy azért a magyar viszonylatban ennek azért picit kisebb a jelentősége. Vannak olyan szolgáltatók, akik egyébként ilyen tevékenységet végeznek, tehát ilyen típusú szolgáltatásokat adnak a nagy cégeknek. Örök téma a mesterséges intelligencia és a munka kapcsolata. Itt mindig felrólják a robotizációnak, az automatizációnak, hogy elveszik az emberek munkáját, de hát a call centereknél, mintha pont az ellenkezője lenne igaz, állandó munkaerőhiánnyal küzdenek, és mint egy megváltóként tekintenek erre a technológiára. Hogy látod ezt? Milyen irányba mennek a dolgok? Lesz egyáltalán itt még igazi ember a vonal túlsó végén a következendő időszakban? Vagy egyáltalán lesz erre igény? Ó, hát lesz. Tehát én így a vége felé, én alapvetően három gyakori és divatos téveszmére hívnám fel a figyelmet így ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ugye végig mi is arról beszéltünk, hogy ezek a ügyfélszolgálati alkalmazások, ezek ügyfélcég viszonylatban működnek, és azokat várjuk. Az igazság az, hogy nagyon sok olyan szituáció van, amikor cégeken belüli belső folyamatokra használjuk. Tehát mi például egy kisebb magyar takarékszövetkezetnél csináltunk egy olyan rendszert, hogy egy belső chat rendszeren belül támogatja a hitelelbérálási folyamatot az alkalmazás, és gyakorlatilag egyfajta szavazóként gyakorlatilag a hitel elbírási folyamatot ő is aktívan támogatja, kérdez, értelmezi a válaszokat, és a végén ő is szavaz a hitellel kapcsolatban. Vagy amivel mi még nem csináltunk, de nagyon sok olyan SSC van például, ahol ezek a self-service centerek, ahol a belső vállalati folyamatokban még igényekbe segítenek. Tehát az első, hogy nem csak
ügyfél és cég viszonylatában működnek ezek. A másik az az, hogy az a téveszme, hogy kiváltanak bennünket, ugye erre utaltál, hogy itten pakolhatunk, csomagolhatunk. Valójában egyrészt az van, hogy akkor tudnak igazán ezek belépni, amikor valójában erőforrás hiány van. Tehát azért az emberek meg a cégek nem úgy működnek, hogy feltétlenül egyből leépítsenek, ha egyébként minden normálisan működik. És inkább az a jellemző, hogyha nem tudják az erőforrás problémákat, hiányt megoldani, akkor vezetnek be ilyen technológiákat. Amik egyébként tipikusan a legegyszerűbb és legrepetitívebb feladatokat tudják jól ellátni jelenleg, és ami ennél összetettebb, oda mindig ember kell, meg amiről el szokás feledkezni, ezeknek a rendszereknek a feltartásához is ember kell. Tehát az viszont plusz munkaigény, mondjuk ráadásul más típusú munkaerő, adott esetben fejlesztő. Itt meg a rendszerek nagyon különböznek abban a szempontból, hogy mekkora erőforrás igényük van. Tehát vannak olyan nagy erőforrásokkal üzemeltethető rendszerek, amik lehet, hogy hosszú távon nem is éri meg őket üzemeltetni, mert annyira, tehát úgy vannak összerakva, hogy igazából nagyon sok élő munkát igényelnek valójában. Tehát azt gondoljuk, hogy robotok oké, okay, de valójában meg nagyon sok ember dolgozik azonokon a robotokon. Kicsit a Kempelen farkasnak a török, tehát a sakkozó törökje módjára, hogy azok a robotok működjenek. És a harmadik téveszme az pedig az, hogy ezek a változások, ezek feltétlenül nagyon gyorsak lesznek. Tehát igazából itt a változásoknak a sebességét azért mi határozzuk meg, tehát arra, hogy a jelleg akár technológiailag lehetséges megoldásokat, azokat milyen gyorsan tudjuk implementálni. És azért ennek van egy sebessége, amit nem nagyon tudunk meghaladni. Tehát ez egyáltalán nem máró hónapra fog működni, de folyamatos. Tehát, és ami egyébként még talán ennél fontosabb, tehát a technológiailag viszonylag gyorsan be lehet vezetni ezeket a dolgokat relatíve, viszont azt a kultúraváltást, amit mondjuk a cégeken belül például az igényel, az sokkal nehézkesebb. Itt arról van szó, hogy ezek az egyre komplexebb automaták, amiket összerakunk, ezek egyre több mikroszintű döntést adott esetben maguktól el tudnak dönteni, hogyha rá tudjuk, vagy rámérjük bízni. De amíg ezt nem tesszük meg, addig voltak éppen nem igazán tudnak érdemben hasznosulni. Nagyszerű, hát nagyon szépen köszönjük Körmendi Györgynek, hogy rendelkezésünkre állt, és azt hiszem, hogy valamennyiünk nevében mondhatom, mi drukkolunk a legjobban, hogy az ügyfélszolgálatok világában ne csak beszivárogjon a mesterséges intelligencia, hanem egyenesen öntse el azt, ha ez az ára annak, hogy gyorsabban tudjuk elintézni, amit szeretnénk. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és én arra teszek ígéretet, hogy hát ha egy későbbi időpontban, akár 2024-ben van esetleg egy kicsit előbb találkozunk, és akkor el tudom mondani, hogy mire jutottunk. Hát erre mi is ígéretet tudunk tenni. Nagyon remélem, hogy picivel előbb is tudunk már találkozni, és átvenni itt a legújabb fejleményeket. Még egyszer köszönjük a figyelmet. Ez volt az EMMI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az EMMI stúdió az EMMI koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért iratkozz fel az EMMI stúdióra a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az emmikoalíció@gmail.com e-mail címre vagy a Mesterség és Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Minden közösségi megosztást előre is köszönünk. Találkozunk a következő epizódban.